A Lóránffy Zsuzsanna szakközépiskola 5 osztályának diákjaira is felkerültek a tanulmányok végének közelettét jelző szalagok. Az ünnepségre a végzősök már szeptember óta nagyon nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek. A diákokban most tudatosul, hogy lassan elérkezik az idő, hogy búcsút intsenek egymásnak és az iskolának is. Egyre sűrűbben gondolkodunk el azon, a gyerekek is és én is, hogy ezzel véget ér az iskolai évük, és a készülés izgalma, hogy kétféle keringővel is készül az osztályom, az egyik rózsakeringő lesz csak lányokkal, a másik pedig fiúk-lányok páros keringő, és a próbák során hát az izgalmak mellett azért egyre gyakrabban, ahogy begyakorlódnak a táncok, egyre gyakrabban térünk ki arra, hogy ezzel véget is ér hamarosan ez az itt létük, az iskolai itt lét. A végzős diákok életében nagyon fontos ez a nap. Volt olyan, aki már kiskora óta arra a pillanatra várt, hogy feltűzzék a szalagot a blúzára. Nagyon izgulok, alig várom már, hogy végre rám is feltűzzék, mert kiskorom óta erről álmodtam. A legfontosabb ilyenkor a táncok megtanulása. A diákok iskolaidőn kívül gyakoroltak, hogy a nagy napra a legjobb formájukat hozzák. Voltak, akik tánctanárral, és voltak olyanok, akik saját maguknak találták ki a koreográfiát, és azt adták elő ezen a napon. Az én osztályom nagyon frappánsan készült rá, jóformán nekem ezzel semmi dolgom nem volt. Elég felnőttek már ahhoz, úgy látom, hogy önállóan meg tudták szervezni. Két tánctanár is volt, és iskolai idő után, tehát sose az órákról nem az óráktól vették el a lehetőséget, hanem mindig délután bementek és úgy próbáltak. Szereztek maguknak tánctanárt, úgyhogy minden olajozottan működött. Én meg a húgom tanítottuk be az osztályomnak a táncot. Az elején még nyökögösen ment, de most már a legjobbak leszünk. Mi elég hamar megtaláltuk a tánctanárt, tudtuk, hogy keringőzni szeretnénk, és megkerestük, és már októberben elkezdtük a táncpróbákat. Azon kívül az egész szalagavatót pedig most szerdán próbáltuk el először.